Csak időpontfoglalással fogadják az ügyfeleket a kormányhivatali ügyfélszolgálatok szerdától. Aki teheti, intézze online hivatali ügyeit, közölte a miniszterelnökség. Azt írták televíziónknak, hogy a járvány terjedésének, valamint a személyes kontaktusok számának csökkentése érdekében csak előzetes időpontfoglalással lehet ügyeket intézni a kormányablakokban és okmányirodákban. A kormányzati intézkedésekkel összhangban most meghozott óvintézkedésekkel a megbetegedés kockázata és a járvány további terjedése mérsékelhető, tették hozzá. Időpontfoglalásra az időpontfoglaló.kh.gov.hu oldalon, a megújult magyarország.hu oldalon, illetve a 1818 ingyenesen hívható telefonszámon van lehetőség. Ez alól kivételt képeznek a gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos ügykörök. Nem közlekednek a kormányablakbuszok és a települési ügysegédszolgálatok működését is felfüggesztik. Több kormányhivatali ügyfélszolgálaton telefonos, illetve e-mailben történő időpontfoglalás lehetőségét biztosítják, az elérhetőségek a kormányhivatal.hu oldalon találhatók. Az ügyintézők és ügyfelek biztonsága érdekében továbbra is kizárólag szájat és orrot takaró maszkban szabad tartózkodni az ügyfélszolgálatokon. Közölték televíziónkkal azt is, az elkészült okmányok személyes átvételére követően nem lesz lehetőség, azokat postai úton levélküldemény formájában kézbesíti a kormányhivatal. Felhívták az ügyfelek figyelmét, hogy a március 11 és június 18 közötti veszélyhelyzet alatt lejárt okmányok változatlanul december 15-ig érvényesek. Azt javasolták, hogy az ügyfélkapuval rendelkező állampolgárok elsősorban a megújult magyarország.hu oldalon elérhető online ügyintézési lehetőségeket, illetve az e-papír szolgáltatást vegyék igénybe. Az ügyfélkapuval nem rendelkező ügyfelek számos ügyben postai úton is leadhatják kérelmüket.